Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és itt a Let's Play sorozatunk 253. része lesz. Egy gigantikus projektet fogunk ebben a részben megcsinálni, már sok része készülünk erre, egy hatalmas creeper farmot építek ebben a videóban. Egy akkorát, amekkora farmot tulajdonképpen magyar YouTube-on még nem láttam, hogy más építene. Ettől függetlenül lehet épített, de én nem láttam, hogy más épített volna ilyesmit. Külföldi YouTube-on ugyan lehet látni ilyet aránylag gyakran, viszont én olyan dolgokat szeretnék építeni, amik itt Magyarországon aránylag egyediek. Szóval egy hatalmas creeper farm erre tökéletes. Viszont mi minden rész szerintem a szortírozó rendszerem egy kis folytatásával fogom elkezdeni, utána majd belekezdünk a nagyobb projektbe. Én úgy gondoltam, hogy nem lenne egy rossz ötlet, hogyha ezeket az érceket áttennénk a jelenlegi szortírozó rendszerünkbe, viszont ha megnézitek, hát pont 7féle érc van így jelenleg a játékban, illetve az 1.17-től bejönnek majd új ércek. Szóval úgy jövök vele, hogy akkor ez legyen két ládába beletéve, meg amúgy olyan sok ércünk is, majd bele se férnek egy darab ládába, de nem is az a cél, hogy akkor építsük a szortírozó rendszerünket, hogy mindenhova beleférjenek ezek a kövek, de kábelsztomból sokkal több van, amiatt majd kell egy ilyen bulk storage, azt majd máshol megépítjük. Ide egy sornyi szerintem amúgy bőven elég minden blokkból. Jó, én meggondoltam magam, inkább mégis egyetlen egy ládába teszem bele, mert most van 7féle óra, és akkor 1.17-ben még bejön egy a kopper, akkor az 8féle óra, és az még nem a világ vége, a 8félét egy ládába teszünk. Hogyha megnézitek, itt is már tettem 8féle itemet egy ládába, például itt. Azért akartam kettő ládába tenni, mert bejönnek ezek a deep slate-es órok is, de annak majd csak egy külön ládát majd valahol, szóval most nem kell ezzel foglalkozni annyira. Amúgy, ha megnézitek innen az elejéről, egyelőre csak a blokkokat szeretném kiszortírozni, ezzel akarom kezdeni, és most már azt nézem, hogy szinte csak a színes dolgok hiányoznak, a színes üvegek, a színes terrakották és a színes konkrétok, meg a színes konkrét powderök. Meg persze az ilyen kisebb dekorációs elemek is, mint például a könyvespolcok meg ilyenek, de amúgy szinte már kiszortíroztam minden blokkot a szortírozó rendszerembe, szóval jól állunk ezzel. Utána pedig jöttének például egyéb itemek, például sinek, vagy dolgok, amik nem blokkok, vagy növények, vagy egyéb dekorációs elemek. De viszont most azt mondom, hogy térjünk rá a részünk fő projektjére, egy gigantikus creeper farmot kell építenünk. Hát én azt gondolom, hogy egy építőblokkot válaszunk először is. Úgy tervezem, hogy a farmot úgyse fogjuk látni, emiatt mindegy az építőblokk, emiatt én ezt a smooth stone-t terveztem. Smooth stone-ból olyan 8 shulker boxi fog kelleni, ami azt jelenti, hogy 8 shulker boxi követ kell kiégetnem. Szerencsére pont készen van a sütőrendszerünk, és ez pillanatokon belül ki fogja nekünk égetni ezt a mennyiséget. Illetve kelleni fog még 11 stack obszidián, viszont a jelenlegi obszidián mennyiségünk az... Úgyhogy elmegyek az endbe és szedek egy kicsit. Kiszedtem 11 stack obszidiánt, ami nem volt olyan sok idő, mint gondolnátok. Igazából egészen kevés idő volt, csak így lefelé kellett nézni és ütni kellett azokat a hatalmas obszidián oszlopokat. A következő lépés viszont az, hogy összedjek 8 shulker boxi sima követ. És ilyenkor azért nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy a múltban eltettem a kibányászott köveimet, és nem eldobáltam, mint a legtöbb ember. Ebben a ládában kapásból amúgy van több tele shulker box sima kővel. Itt van egy, és akkor ezt a kettőt ezt feltöltöm, itt is van még rengeteg kő, szóval ez a 8 shulker box ez meg lesz, viszont amúgy nagyon lenullázom a kő mennyiségemet, szóval lehet, hogy kellene amúgy egy AFK kőfarmot csinálnom. Illetve van itt még pont 5 darab üres shulker boxom, akkor ezeket is megtöltöm. Ja, meg amúgy most jut eszembe, hogy itt is tele vannak ezek. Ja, én ezekről meg is feledkeztem. Jó, akkor ez biztosan meg lesz. Már csak ezekből a ládákból innen sikerült megtöltenem mind a 8-at, és akkor ezeket kell most bedobálni a sütőrendszerbe. Először egy shulker boxnyit dobok be, és megnézem, hogy pontosan visszakapok egy shulker boxit, mert ugyan az előző részben pontosan visszakaptam a mennyiségeket, de azért le akarom ellenőrizni nagyobb mennyiséggel is. És így bedobálom ezt a rengeteg követ, ezért nagyon-nagyon jó ez a sütő, nagyon örülök, olyan nagy projektek előtt ezt megépítettem. És ott, ahogy nézem, a sütőrendszer nem túl tökéletes, mivel 50 helyét, azaz azt jelenti, hogy 7 darab kő hiányzik amúgy ebből, szóval megnézem, hogy az hova kerülhetett. Hát úgy néz ki, ez a 7 darab ez eltűnt, és körülbelül pont 7-szer kellett menni a Minecraftnak, ha jól számolom, szóval lehetséges, hogy egy darab sütő el van dugulva, de ezt is megnézzük, sütök egy újabb kört. Nos, ez a következő kör, ez még érdekesebb, mert innen több mint egy másfél stack hiányzik, szóval ez nagyon-nagyon érdekes, valamiért még mindig nincs rendben a sütőrendszerem. Na de mindegy, így végigsütöm a köveket, nem nagy cuccot, hogyha most elveszik ebből egy kevés, de értékesebb itemeket egyelőre nem sütünk a sütőbe, mivel még mindig nem tökéletes. Nagyon érdekes ez a sütő, mert az első kettő shulker box, amit mutattam nektek, abból hiányzott, viszont az összes többi az hiánytalan. Szóval nem tudom, mi alapján hagy ki ez a sütőblokkokat, de legalább megvan a nagy része. Ezek mellett még szükségünk lesz rengeteg szőnyegre, ilyen fura, hogy creeper farm az minek kell szőnyeg, ezt majd elmagyarázom nektek, illetve még ezek mellett kell rengeteg trapdoor. A rengeteg trapdoor alatt ilyen brutális mennyiségűt értek, viszont semmi probléma, mivel a fafarmunk az rengeteget termelt. Habár van egy kis probléma a fafarmunkkal, mégpedig az,
hogy felrobbant, és a teteje felrobbant, és most nem működik. És ez nagyon-nagyon szomorú, mert erről beszéltem, hogy annyi időt töltöttem ennek a megépítésével, hogy most itt egy kis rész robbant fel benne, de ezt is megjavítani egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz. Na mindegy, egy jövőbeli Respray részben ezt, hogy megjavítom ezt a fafarmot, viszont most nem vigyünk el egy egész dupla ládányi warp stemet, mivel ebből rengeteg trapdoort lehet majd craftolni. Viszont már fogy amúgy a shulker boxom, azt néztem, szóval craftolok még kettőt erre a célra. A szőnyegekkel nem lesz problémánk, mert a gyapjú farmunk az brutális mennyiséget termelt, nem tudom amúgy milyen színű, szerintem viszek fehéret, meg már nem tudom, legyen kék vagy zöld, hát mondjuk a tutoriában ilyen lime volt, szóval lehet viszek ebből is, meg ebből a zöldből is, igazából teljesen mindegy. Jó, elvileg már minden megvan, viszont hogyha esetleg nem lenne, akkor majd visszajövök, szóval olyan mindegy. Menjünk is és kezdjük meg a farm építését, úristen, ez egy hatalmas projekt. Biztosan nagyon sok nézőm néz Rolixot, én is szoktam Rolixot nézni, és ő is építette Creeper farmot, és kicsit összehasonlítom ezt, amit mi fogunk építeni az övével. Ő építette egy aránylag egy kisebb Creeper farmot, ami olyan 1000-2000 gunpowder termel óránként. Viszont az, amit én a mai részben építeni fogok, az egy olyan szintű Creeper farm lesz, ami 75000 gunpowdert képes óránként termelni. Olyan körülbelül 40-szer annyit, mint a Rolix farmja, és ez teljesen feleslegesnek hangozhat, de higgyétek el, hogy ennek nagyon nagy szerepe lesz a jövőben. Habár azt is megértem, hogy egy csomó youtuber nem épít ekkora farmot, mivel én azért egy eléggé gigantikus projektbe kezdtem bele, amihez tényleg kelleni fog majd ennyi gunpowder, de ez ritka. Az első lépésünk az, hogy megkeressük a közepét, ami ez az egy darab fákja. Majd felépítjük így erre a szintre, és ezen a szinten fogjuk magát a farmot megépíteni Y6-os koordinátákon. Nagyon jó, minél lentebb van egy farm, annál több mob spawnol bele, és az is fontos, hogy ne legyen körülöttünk semmilyen föld, amit én már kiástam itt a múltban. Ez egy 17 chunk-szor 17 chunkos terület, 256-szor 256-os terület, több millió blokkot kellett ezt kiásni. Utána elépítünk 4 blokkot minden irányba ettől. Majd ha megvan a 4 blokk, utána még 3-at, és utána jönnek az obszidiánok. Le kell tenni egy darabot, majd 4-et mind a két irányba elépíteni a közepétől. Ezt az obszidián sort meg kellett csinálni mindegyik oldal végén, majd így összekötni 3-3 blokkal. Ezek lesznek a nether portálok, ide küldjük majd át a creepereket. Ezután megépítetjük a 3 blokk magas nether portálokat. Így, ezt kell mindegyik oldalra megcsinálni. És most meg kell keresnünk a középső blokkot, és annak a középső blokknak a koordinátáit el kell osztani 8-al. Ez azért, mert ami egy blokk a netherben, az a normális világban 8 blokk. Szóval így tudjuk meghatározni a portált, hova tegyük, és ez 136 és mínusz 98-as koordináták, és ez pontosan itt van, ez alatt. Viszont felette már vannak más nether portálok, szóval félek, hogy összeakad, mert hogy túl közel lesz egymáshoz, de ezt még majd meglátjuk. Szóval akkor begyújtjuk, és visszamegyek nem ezen a portálon keresztül, hanem az egyik fenti portálon keresztül visszamegyek a normális világba, és nagyon reménykedünk benne, hogy ez jóra sikerült. Szóval akkor begyújtom ezeket a nagy portálokat, és át kell menni mindegyiken egyesével, hogy leteszteljük, hogy tényleg oda dob-e. És most jön az igazság pillanata, nem akarom, hogy összeakadjanak a farmjaim, mert annak nagyon-nagyon nem örülnék. És igen, jó helyre dobott, oké, az, hogy visszafele már ide dob-e, az teljesen lényegtelen, a lényeg az, hogy idefele ide dobott. A következő lépés az, hogy adunk ide 2 darab blokkot így minden portál elé. Utána ide kell építeni egy falat 3 blokk magasra. Így meg is építettem ezt a 3 blokk magas falat mindenhova, és akkor most kell egy 2 blokkosat adni ennek a peremére. Amúgy biztosan sokan kérdeznek majd, hogy ez kinek a dizájnja, ez itt Logical Geek Boy Creeper Farmja, és nagyon-nagyon király, szóval, hogyha esetleg egy részletesebb tutoriált szeretnétek róla, akkor nézzétek meg a YouTube csatornáját. Építettem ide kívülre egy kis helyet, hogy le tudjam helyezni a shulker boxaimat, mert már tele volt az inventorim és nagyon zavart. Most craftolnom kell egy csomó trapdoort, azért osztam ezt a rengeteg fát. Craftolok még szőnyeget is, mert a következő lépéshez arra is szükség lesz. Ide a nether portálok sarkára le kell helyezni egy-egy szőnyeget, ide a nether portálok tetejére rá kell helyezni még egy sor blokkot, és a sor blokk elé le kell helyezni így 2 sor trapdoort. Következőnek vízre lesz szükségünk, le kell tennünk először is egy-egy darab táblát ide a sarkokba, illetve 2 darab vizet így. Ez csak azért kell, mert hogy legyen egy végtelen vízforrásunk, illetve a táblák tetejére is kell egy meg amúgy minden egyes sorba ide. Miután ez megvan, kell ide egy újabb platformot építeni, viszont ezt ki is kell tölteni teljes mértékben. És most ki kell szőnyegeznünk ezt a platformot, de nagyon jogos kérdés, minek szőnyegeznénk ki egy creeper farmot. Annyi a lényeg, hogy egy creeper az nem egy túl magas mob, az pont befér úgy, hogyha így van egy trapdoor, pont csak creeper tud alá spawnolni, hogyha itt van alatta egy másik fajta blokk, úgy értem. Szóval egy zombi meg egy skeleton már nem férne be, viszont a pókok igen. Mert a pók az igazából egy magas helyre is be tud spawnolni. Viszont a pókok spawnolásához 2x2-es terület kell. Ami azt jelenti, hogy ha lehelyezek szőnyegeket, amik megakadályozzák a spawnolást ezeken a bizonyos helyeken, akkor nem lesznek képesek pókok ide spawnolni, azaz csak creeperek lesznek képesek ide spawnolni. Sőt, ahogy nézem, nem is 2x2-es, hanem 3x3-as terület kell a pókok spawnolásához. És hogyha így lehelyezem ezeket a szőnyegeket, nincs sehol se egy szabad 3x3-as terület. Kivéve a középső blokkra még tudnám úgy spawnolni, viszont ide cicát fogunk elhelyezni. Nagyon remélem,
hanem hogyha felállítok egy fent levő cicát, akkor utánam spawnol, hogyha ide lejövök. Próbáljuk ki mondjuk ezzel a fehérrel, neki van nyakörve, ő elvileg követnie kellene engem. Igen, igen, követ is, már ide teleportált, na most megnézzük, hogyha lemegyek, akkor oda teleportál-e. És igen, ide is került, szóval nagyon-nagyon egyszerű elvileg cicákat lehozni ide. Craftolnom kell egy minecartot azért neki. Így folyjuk a minecartot, beleül a cica. Majd beleül a cica, mondom. Na, végre beleült, oké, és tökéletes, és belökjük ilyen trapdoorok közé, az alatta levő sínt is kiütjük. És így most már itt fog maradni a cicánk, és elkergeti a creepereket. Szóval, hogyha itt ezt innen kiütöm, akkor ide már spawnolhatnak is. Amúgy jó, az a baj, nem csak creeper spawnolhat, mert még nem adtam meg a tetejét, de akár milyen mob ide spawnolhat már. Viszont annyi a lényeg, hogy a creepereket pont el tudja ijeszteni ebbe a távolságban. Viszont hiába ijesztél egyelőre a creepereket, mert nem fognak legyalogolni innen, csak hogyha azt hiszik, hogy itt egy full block van. A trapdoorokat full blocknak érzékelik a mobok, viszont hogyha lehajtod, akkor nem lesznek full blokkok, de ugyanúgy full blocknak érzékeli majd őket, emiatt le fognak sétálni véletlenül. És innen két blokk magasra jöhet, és a következő platform, 5 darab platform kerül általában egymás fölé, és annyi a lényeg, hogy ide az aljára kell trapdoorokat tenni, mert akkor fogjuk tudni elérni azt, hogy csak creeperek spawnoljanak ide, mert a zombi meg a skeleton túl magas lenne hozzá. Na, így fel is húztam a következő platformot, ide kellett amúgy még egy sor trapdoor, és rá szőnyeg, és amúgy ide ezt is felhúztam, ezeket a sarkokat. Amúgy a következő szintnek a szőnyege innen fog indulni, szóval itt lesz egy két blokkos helyed, azért kell, mivel a creeperek azt hiszik, hogy ide tudnak menekülni majd a cica elől, pedig nem, és leesnek majd, szóval ez lesz mostantól. És akkor ide is kell majd egy cica, meg ugyanazok a szőnyegek, és ebből kell 5 darab per modul, szóval most már 2 majdnem megvan, és még 3-at kell erre ráépíteni. És be is fejeztem mind az 5 szintet, hogyha megnézitek, igazából ez már egy működőképes creeper farm, már mint elméletileg működőképes. Menjünk le a Netherbe és nézzük meg, hogy átmentek-e creeperek. És ahogy nézem, igen, át is jött egy csomó creeper, itt állnak jelenleg a portába, jó, ez 2 darab, de azért, mert előkik egymást és leesnek a lávába. Pontosan ez a célom, hogy ameddig nincsen kész itt a megölő berendezés, addig essenek le a lávába, mert így a legbiztonságosabb. Viszont ahhoz, hogy elérjük a 75 000 gunpowdert óránként, építenünk kell ebből a farmból még 8-at, 8 darabot, igen, már ezt is elég sok idő volt megépíteni, hát ebből 8-at még több idő lesz. Úgyhogy most elkezdem az alapozásokkal, tulajdonképpen csak így össze kell kapcsolnunk, mint hogyha mi sem történt volna. Ez a Nether portál mellé már így fogom építeni így a következőt, így lesz az ugyanaz a 3 blokkos rész. Innen kezdődik a újabb 9 blokk széles portál, amit majd kiszámolok, és akkor a másik irányból is ugyanúgy, és akkor megint kapunk majd egy ilyen négyzetet ide. Így, konkrétan így, ugyanezzel kezdtük, és ezt kell oda is megcsinálni, oda is, és igazából körbe ez a farm köré. Hát ez jó sok idő lesz. Már csak az alapját több mint 2 óra volt megépíteni ennek a farmnak, ami nagyon-nagyon sok idő. Viszont szerencsére remélem legalábbis, hogy azért a többi szintet már nem lesz ennyi idő megépíteni, mert azért az alapja a legbonyolultabb. Sőt, ez úgy volt annyi idő, hogy igazából még a cicákat be se helyeztem. Reméljük azért a többi nem lesz ennyi idő. Körülbelül 7 óra építéssel később már készen van a farmunknak a nagy része, még egy-két dolog hiányzik. A farm tulajdonképpen nagyon egyszerű, de brutálisan sok idő megépíteni, ezt a sok trapdoort betenni nagyon macerás, illetve ezt a rengeteg szőnyeget is. Ami nagyon ilyen színes lett az egész, mivel random szőnyeget kellett már a végén használnom a shulker boxom, ami már mindig elfogyott. Amúgy tökre színes lett ez a farm, mivel randomféle gyapjukat kellett alkalmaznom, mert elfogytak már, viszont ez a farmunk funkcionalitásán nem változtat, szóval teljesen mindegy. Az, ami még hiányzik, az először is egy tető. Szóval kell egy tető, mert máskülönben egy oldal arról besüt a nap, és akkor nem lenne meg a 7-es szintű light level, így 12 blokkra kell kiépíteni oldalra. Így néha félszlebekre nem tudnak spawnolni a mobok, illetve itt is mindenki van téve félszlebbe, szóval sehova nem tud mob spawnolni, és ezt kellene körbeépítenem az egész területem. Illetve így le kellene fedni az összes portálnak a hátulját, mivel a denevérek így ki tudnának szökni, és úgy laggot okoznak, mondjuk a denevérek nem számítanak bele a mob capbe, szóval igazából mindegy lenne, de mégis azért meg akarunk tőlük szabadulni. Viszont mégis a legfontosabb részt kiadtam, mivel a Netherbe kellene építenem egy creeper megölő részt,
részt és egy item begyűjtő részt is. Ez szinte minden nálam van, ami amúgy kell, csak egy-két üveget szeretnék meg, hogy lássuk azt, hogy a creeperek kijönnek a portálból, szóval azért hazamegyek, de amúgy minden megvan nálam. És itt lenne akkor a portál, ami majd kijönnek a creeperök. A probléma az az, hogy lehet, hogy ez nincs 21 blokk mély, mert 21 blokkot kell minimum esni a creeperöknek, hogy meghalljanak, és ez nincs 21 blokk mély, ahogy nézem, úgyhogy szerintem lehet, hogy feljebb kell építeni, de most kiszámolom. Igen, ahogy nézem, ez csak 17 blokk mély, szóval egy kicsit feljebb lehet amúgy helyezni a portálunkat, amúgy is kirobbantott egy creeper, mert most az előbb átjöttem rajta, illetve azt elrontottam, hogy amúgy a portált azt 4 blokk magasra kellett volna csinálnom. Na itt van akkor az új portál, és nézzük meg, valószínűleg odafele nem ugyanoda fog visszadobni, de annyi a lényeg, hogy idefele az dobjon. És igen, idefele jó helyre dobott, akkor nézzük meg, hogy visszafele ez igazság pillanat, ennek nagyon jól kell működnie, mert az egész farmunkat elrontatja, és akkor az egész. Igen, jól működünk. Igen, már át is jöttek a creeperek. Ez a probléma ezzel a farma, hogy olyan rövid időn belül olyan hihetetlen mennyiségű creeper jön ki, hogy igazából Logical Geek Boy tutoriájában ezzel kellett volna kezdeni a megölő rendszerrel, de mindegy, mi ezt most már elrontottuk. Az első lépésünk az viszont az lesz, hogy csinálunk ide egy-két tüzet, így a másik oldalára a portálnak. Ez azért van, mert így fogjuk tudni megölni a denevéreket, amik leszpannolnak a farma, mert ugyebár a farma az tiszta sötét, és akkor ide le kell tennünk néhány üveget, hogy felül ne tudjanak kiszállni, és ezt így felgyújtjuk, ezt pedig ugyanúgy a másik oldalán meg kell csinálni. Ezután lejjebb lépünk megint 3 darab üvegblokkal, és ez alá megint csinálunk egy ugyanilyen tűzgyűrűt, amivel meg tudjuk akadályozni a denevéreket. Majd miután ez is megvan, le kell építenünk 21 blokkot mind a két csővel, igazából üvegből, vagy bármilyen blokkból, amiből szeretnénk, de én azért szeretném üvegből, mert akkor látjuk majd, ahogy a creeperek leesnek. Le is építettem a 21 blokkot, illetve az egyik oldalon már meg is építettem az összeszedő rendszert a Logical Geek Boy-os dolog alapján, leteszteltem, hogy működik-e, és tökéletesen működik. Az a helyzet, hogy olyan mennyiségű creeper fog nekünk itt leesni ezen a csövön, hogy olyan mennyiségű itemet fog ez nekünk termelni, hogy egy-két hopper nem fogja tudni felszedni 8 hopperes sebességgel, és ezt csak ezekkel a minecartos megoldásokat tudjuk megoldani, hopper minecartokkal, mivel a hopper minecartok azok gyorsabban töltik egymásba, illetve a különböző többi hopperbe pedig lehetséges, hogy ilyen 4-szeresen töltsék bele, hogyha ezt a 2 hopper minecartot belegdösem ide a sarokba, hát látjátok, hogy a hitbox alapján a 4 darab hopperen állnak. És ez azért nagyon fontos, mert így mind a 4 betöltik egyszerre, szóval ha megnézitek, beteszem ezt öltváltott, 4-esével megy le, mert hogy mind a 4 betölti bele. Utána ki lehet ütni ezeket a kerítéseket innen, és rájuk kell nyomni egy csomó üveget pisztonokkal. Így nézel a 8 pisztonnal pont le tudunk nyomni egy csomó üveget ezekre a hopper minecartokra, és ugye le is nyomtuk, onnantól kezdve már nem fognak tudni elmozdulni, és biztonságosan rájuk lehet állni. És most, hogy ez megvan, kell még 2 darab hopper minecart, ami ebbe a 2 hopper minecartba tölti majd bele az itemeket. Így igazából ez nagyon egyszerű, csak így lejelzel 2-t egymás mellé, kiütöd a síneket, és visszaépíted a csövet magát, és tulajdonképpen készen is vagyunk a farmmal, mármint még le kéne fedni a tetejét persze. Így néz ki a durva, ebbe a 8 hopperes kimenetekben majd egy csomó ládát le tudunk tenni, és akkor abba fog gyűlni a gunpowder. Kellen is fog, mivel olyan hihetetlen mennyiségű gunpowdert fog ez nekünk termelni, hogy nagyon gyorsan megtelik majd egy dupla láda. Na de viszont most én azt mondom, hogy építsük meg ezt a 12 blokk széles platformot így köré, és akkor miközben ezt megépítjük, úgyis fognak bele spawnolni creeperek, és majd miután ezt megépítettem, leteszteljük, hogy ténylegesen kaptunk-e gunpowdert ott a másik oldalon. És be is fejeztem az egész farmot, kijelentetjük, készen van az egész farm. Teljes mértékben, azért nem volt kevés idő ezt a tetőt megépíteni, rá nézzétek mekkora felülete, úristen, nagyon-nagyon nagy lett. Én nem gondoltam, hogy tényleg ekkora lesz ez a farm, de ez hatalmas lett. És most egy feladatunk maradt, mégpedig az, hogy leteszteljük, hogy most tényleg jöttek ebből creeperek, tényleg meghaltak-e, tényleg begyűjtődik ez a gunpowder mennyiség. És most jön az igazság pillanata, nézzük meg, hogy működött-e idáig. Vannak ebbe, nagyon sok gunpowder van benne, és ha meg is nézitek, igazából szinte kevés is az ez a hopper mennyiség, szóval már is el kellene kezdenünk ládákat letenni ide. Így teszek alá egy csomó ládát, és úgy fogom csinálni, hogy ez alá így teszek még 2 hoppert, és ez alá így még egy ládát. Ez azért kell így csinálni, mert a farm termelhet olyan sokat is, hogy nem képes egy hopper továbbítani a másik ládába a cuccokat. Na így most már tökéletes, ez rengeteget el fog tudni tárolni, viszont most itt az ideje, hogy csinálok egy AFK spotot. Ezt előtte még majd el kell, hogy tüntessem innen, mert ez így egy csomó spawnolást fog eredményezni, viszont körülbelül valami olyan magasságba szeretném ezt az AFK spotot letenni, hogy minél kevésbé legyen benne ez az oldalsó rész, mert látjátok mennyi mob spawnol bele, csak a hitboxokat figyeljétek, rengeteg mob. Szóval igen, ez akkor fog igazából a farmom tökéletesen működni, amikor az a rész az már kikerül a AFK spotból. Én így 100 blokk magasra tettem egy ideiglenes AFK spotot, és ez szerintem azért lesz jó, mert így pont benne van a farm, és talán az pedig pont egy kicsit kilóg belőle, szóval szerintem ez lesz a megfelelő, és itt fogok 1 órát afkolni, és megnézzük, hogy 1 óra alatt mennyi gunpowder lesz nekünk, remélem minél több. Valószínűleg ez még nem lesz full potenciál, mivel van alattunk egy működő witch farm, az is azért belezavar, illetve az is ott van, valószínűleg az is belelóg még egy kicsit, szóval most a farmunk nem fog tudni fullosan termelni, de így is azért fog tudni. Itt lennék igazából több mint 1 óra, szerintem már szinte egy 2 óra AFK
Jackával később, és nézzük meg, hogy mennyi Gunpowder termelt ez a farm a Netherben. És most az igazság pillanata, hogy így repültem le, már hullottak a keeperek, nézzük meg! Úristen, jó, 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 na jó, tele van igazából az egész alsó szint, ó, igen, ez itt még nincs tele, az sincs tele, illetve ez egyáltalán nincs tele, szóval ahogy nézem, az alsó sorok megteltek fullosan Gunpowderrel, nem itt nem telt meg, viszont itt a felsők megteltek, úgyhogy, hogy jól számolom, akkor tulajdonképpen az alsók szinte mind megteltek, ami 8 dupla láda, és a felsőknek mondjuk a fele, ami mondjuk még 4 dupla láda, szóval olyan 12 dupla ládát termelt olyan 2 óra alatt, ami azt jelenti, hogy körülbelül 16 óra lenne meg az a mennyiség, amire nekem majd szükségem lesz, de nem baj, afkolhatok én majd sirány nyit. Viszont ez a rész ez így is nagyon megcsúszott, mivel hogyha megnézitek, ez most kedden került ki, ahelyett a vasárnap helyett, mert vasárnaponként szoktam amúgy általában feltölteni a videókat. Néha megcsúszik, például amikor hétfőn kerül ki, akkor is az megcsúszásnak számít, meg most az a kedd is megcsúszásnak számít. Ez megesik néha, de én inkább minőségi videókat szeretnék csinálni, mint hogy mondjuk sok videót. Szóval inkább késsen egy videó, mint hogy az rossz legyen, én úgy vagyok vele. Szóval én ezt a videót itt leszeretném zárni. Elképesztő nagy volt ez a projekt, tényleg vagy 16 óráig tartott megépíteni ezt a Creeper Farmot, meg is csúszott emiatt ez a videó. Úgyhogy ha tudsz rádobni egyetlen egy darab lájkot, azt tényleg nagyon megköszönöm neked, csak egy kattintás, viszont nekem igazából nagyon sokat jelent, úgyhogy meg tudom ezt köszönni. Én Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is sziasztok!